2015-öt érzem annak az évnek, amikor a magyar filmgyártásnak sikerült kimászni abból a gödörből, ami a Z kategóriás filmeknek adott helyet. A Liza és a Róka tündér óta a sorra érkeznek azok a magyar alkotások, amik képesek többet nyújtani az átlagnál, és képesek rámutatni arra, hogy a magyar film nem egy citok szó többé. Ne félre, eddig is készültek jó filmek a rendszerváltás óta is még régebbről, de elég kevés jó minőségű tudnék felsorolni azok közül, amik emlékezetesek és jó élményt nyújtottak ebben a ciklusban. Viszont 2018-ban is érkezni fognak a magyar filmek, amiközül közül én elsőre a hentes, a kurva és a félszemű alkotásra ültem. Mikor először megláttam a filmnek a trélerét, akkor nem számítottam túl sokra. Kifejezetten a kurva, mint kifejezéstől tartottam a címben. Kicsit úgy éreztem, hogy a film bugyuta lesz, és a cím választásét csak azért ilyen szó kimondó, hogy az arcunkba vágják, ez egy jó film, ezt nézd meg. Bár a tavalyi Budapest noár trélere -en megvett engem kilóra, a hentes a kurva és a félszem nem tudott. Nagyon szkeptikus voltam a filmmel kapcsolatban, ellenben mégis a Budapest Noir lett számomra a sok bizakodás ellenére is az egyszer nézhetős film. A filmet az első pécsi vetítésén néztem meg, viszont már pár nappal korábban elkezdtek a kritikák szivárogni az első premier előtti vetítésekről, amik a tréler miatt előtört előítéleteimmel tompítani kezdték. Sokan dicsérték a filmet, így mondhatni a filmre teljesen semleges hozzáállással tudtam beülni. Martfű Rémóta úgy tűnik kezd már szokássá válni az, hogy filmeket csinálunk egykori magyar sorozatgyilkosokról. Aki nem nézett utána az interneten, az a filmben fog szembesülni azzal, hogy ez itt sincs más. Hogy. Lederer Gustáva két világháború között gyilkolt, sok embert a fehér és a vörös terrorban ölt meg, de a gyilkolási vágya miatt tisztogatásokban, kivégzésekben és kínzásokban, valamint rablásokban is részt vett. A korábban katonaként szolgált Lederer életébe 1925-től tekint be a film, amikor megfosztják tisztségétől. Ekkor találkozik össze Máriával, aki megelégedve az állandó kurválkodást elszökik a putriból. Léderel és Mária ezt követően hagyja el Budapestet és bújik el az Isten háta mögé. Ugyan utána olvastam az igazi gyilkosságnak, amit feldolgoz a film, úgy vettem észre, hogy a cselekmény eléggé szubjektívan kezelte az eredeti történetet. Persze minden egyes mozzatról nem tudjuk eldönteni, hogy ez így volt-e vagy sem. De ha összehasonlítjuk a valódi gyilkosság körülményeit és a filmet, akkor csak a főbb események passzolnak. Természetesen ez nem gond, csupán jelezném, hogy a film a valósághoz képes kicsit át lett formálva és ki lett színezve, ha már lehet ilyet mondani egy fekete-fehér filmre. Bár eleinte nem gondoltam volna, hogy a Martfű Rémnél durvább magyar filmet látni fogok az elkövetkezendő években, a Hentes, a Kurva és a Félszemű mégis übereny tudta etéren Sofri Csárpát filmét. A film cím szereplői egytől egyig alaposan belettek mutatva, és amiért a címben szerepel egy kurva is, így a kurvát is be kell mutatni. Rengeteg szex jelenettel rakták tele a filmet, Grusdorka egy az egyben levetkezik, és több erőszakos jelentbe is mesztelenkedik. Viszont ettől a brutalitástól még komolyabb a film, hiszen jobb jobban megértjük Máriát miért és pontosan mitől is sokal be, valamint a teste és a vonzó külseje az egyik fő kapocs a cselekményben, hiszen mégiscsak abba szeret bele leginkább a hentes, akit hegedűs Géza alakított. A filmben sok alakítást nem láthattuk a játékidő jelentős részét csak a három címszereplő tölti ki, de ők mind nagyszerűen játszanak. Az egyik szereplőn se vettem észre azt, hogy színészkedne. Beleélték magukat a filmbe, és abszolút meggyőzően és remekül alakítottak. A film 105 perc hosszú lett, kicsit elnyújtottnak érzem, de ez sem akkor a probléma, ugyanis néhány életnél ezek a nyújtások szükségesek voltak. Kaptunk rengeteg szép felvételt, valamint sok helyen a feszültséget jobban fokozta a skineknél. A film hosszával nekem így nem volt gondom, viszont aki nem függ rá a filmre, az valószínűleg kicsit monotonnak fogja tartani a fontosabb események közötti jeleneteket ki lehet a filmből, vettem észre ezt a közönségen is jó pár a Moszibban. A vetítés előtt és után is a készítők, illetve a színészek is azt nyilatkozták, hogy a film az emberiség valódi természetét fogja megmutatni nekünk. Számomra ez a dolog abban valósult meg, hogy az emberek a jobb reményében mennyire mernek kitolni a másikkal azért, hogy saját maguknak jobb életet teremtsenek meg. Nagy Zsolt egy mizett gazember játszott, Hegedűs Géza a befolyásos és gazdag hentes, és Grilusz Dorka pedig a kihasznált kurvát. Mindegyik karakterünk vágyakozik valamira. Félszemű vagyon szeretne, kurva, a jobb életre vágyik, a hentes pedig a szerelem ráhitozik. Azért, hogy valamelyikük álma beteljesüljön, ezért megpróbálják elvenni a másiktól azt, ami számukra fontos. A film azt mutatja be, hogy ezt a legtisztességtelenebb eszközökkel akarja mindegyik szereplőnk megkaparintani. Erre a két világháború közötti rendkívül az társadalmi helyzet is ráteszi a bélyegét, hiszen máshogy nem tud a szegény meggazdagodni, csak ha elvesz. De hogy van ennek a gonosz határa? Meddig mer eljutni a három főszereplőnk? Ez majd a filmben ki fog derülni a film plusz 18-as besorolást kapott, ugyanis itt nincs semmiféle utalgatás. Minden problémát, minden gonoszságot a filmvászonra vittek, így a piros karika teljes mértékben indokolt. A hentes, a kurva és a félszemély pszichológiai thriller valamennyi noáros beütéssel. A fekete fehér alkotás egy kicsit vontatott, de élvezhető és erőteljes darab. Akinek tetszett a martfő rém, az ebben a filmben sem fog csalódni. Bár utóbbit én talán egy kicsit jobbnak tartom. Nagyon résen voltam a moziteremben, és bizony egy egy-kép nekem is feltűnt, valamint néhány furcsa megjegyzés mondat a filmben nekem vagy bugyutának vagy erőltetetnek tűnt. Viszont ezek nagyon minimális hibák, így nem annyira lényegesek. Én a filmet élvezhető és jó alkotásnak tartom, főleg azért, mert mert bevállalni bizonyos dolgokat, és a színészi alakítás pedig valami pöpec volt benne, pedig valljuk be, elég sok extrém körülmény között kellett a lehető legjobban nyújtunk a szereplőinknek például nulla fokban, vízben forgatni. A DVD megjelenést én már nagyon várom, mert ez klasszikusan olyan film, ami többször is nyugodtan elő lehet venni. Ezt a filmet az erősebb idegzetőknek és a thriller rajongóknak mindenképpen ajánlani tudom, hiszen ez az az alkotás pontosan és izgalmasan mutat be egy olyan korszakot, ami itthon nagyon kevés filmünkben elevenedett meg. Ezek voltak talán a legfontosabb információim ezzel a filmmel kapcsolatban. Remélem tetszett nektek, és érdekesnek tartottátok az észrevételeimet. Én Dani voltam, hamarosan hozok egy másik magyar filmet Так.